Köszönöm szépen ezt a szép felvezetést. Egy kicsit megilletődve állok most itt, hiszen végülis Recsken 56-ról beszélni az egy komoly dolog, hiszen tudjuk jól, hogy mi volt itt a település határában, 56 előtt működött a tábor, rengeteg embernek okozott szenvedést, illetve halált is az, ami itt történt. És hát mennyire különös az, hogy itt beszélünk arról, amit a helybeliek, önök, környékbeliek, vagy még ifjú gyerekként megértek, mert esetleg elmentek arra felé, és az apjuk, vagy anyjuk azt mondta, hogy ne halld meg kisfiam azt a siránkozást, ami fentről a hegyről hallatszik, vagy azt a kopácsolást, vagy akármit. Tehát itt igazán meg lehetett élni azt, ami az 56 előtti időszakot jellemezte, és azért is nehéz talán sok újat mondani, hiszen itt az elnök úr nagyon jól felvezette azt, hogy mi is jellemzi az akkor és a mai világot. Ugyanazt tudom én is elmondani. Talán ez mutatja, hogy mennyire hasonlóak a gondolataink, és miért vagyunk egy mozgalomban, és miért küzdünk egy célért. De azért nézzük mégis kicsit történelmi távlatban először 56-ot. Hát először is igen, elkezdhetjük egészen a Mohácsi vésztől, hiszen onnantól kezdve folyamatosan sajnos csak levert felkeléseink, forradalmaink voltak Magyar Honban. És igen, Mohácstól kezdődik az a időszámítás, amikor már nem beszélhetünk egy nagy magyar birodalomról, egy erős királyságról. És bizony akkor kezdődött el, hogy a széthúzás tönkretette az országot, és ez folytatódott aztán mind a mai napig. Én úgy gondolom, hogy 56 folyamatványa volt természetesen a kuruc felkeléseknek, a 48-as harcoknak és annak a szabadság szeretetnek, amiről a nemzetünk már évezredek óta tanúbizonyságot tette, mert ez a nép, a sztyeppei nép mindig is ahhoz volt hozzászokva, hogy szabadon, kénye kedve szerint nyargaljon a világba, ne legyenek előtte határok, és ez az, ami szerintem a magyarság lelkébe mélyen beivódott, és ezért vannak nekünk ilyen sűrűn, más népekhez hasonlítva sűrűn forradalmaink, felkeléseink, és ezért hullatjuk sokkal gyakrabban és sokkal nagyobb mértékben a vérünket a szabadságért. És talán a Jóisten is erre rendelt minket, hogy a világnak, Európának példát mutassunk a szabadság szeretetből. 56 az utolsó nagy felkelés az oroszok ellen irányult, a kommunista rendszer ellen irányult, a szovjet rendszer ellen irányult. És hát tudjuk jól, hogy előtte is volt egy szociális válság Magyarországon, hiszen lesöpörték a padlásokat, tönkretették az országot. Míg az első két évben a háború után gyorsan épült az ország újjá, 2-3 év alatt a magyar nép a romokat gyakorlatilag eltakarította Budapest utcáiról, felhúzta újból a házakat, de utána ugye átvették a hatalmat a kommunisták, és újból csak a rombolás jött. Tehát volt egy szociális válság, de ez önmagában nem lett volna elég arra, hogy kitörjön az új forradalom, ez kellett az is, hogy nap mint nap megalázzák a magyarokat. És hogyha azt nézzük, hogy ma mi történik Magyarországon, akkor valóban hihetetlenül pontosan ugyanezt látjuk. Újabb szociális válság van, szinte majdhogy nem százalék arányosan ugyanannyi ember van ma Magyarországon, vagy él létminimum alatt, mint élt 56 előtt. Emberek nyomorognak a falvakba, arra nincs pénzük már lassan, vagy azt meg kell gondolniuk, hogy vegyenek egy buszért és bemenjenek a városba. És nap mint nap megaláznak minket, magyarokat. Talán erről önöknek itt nem kell különösebben beszélni. Aki nézi a híradásokat, az láthatja, hogy itthon és külföldön mindenhol csak a megaláztatás, a magyarok megveretése folyik. És igen érdekes beszélni 56-ról, amikor ugyanúgy, mint 56-ban, fekete ruhás emberek jelennek meg az utcákon, az éjszaka leple alatt hajnalban,
megszállnak házakat, egész lakótelepi tízemeletes épületeket, 80-100 fekete ruhás kommandós azért, hogy egy-egy családos embert elhurcoljanak a gyerekei mellől, a szerettei mellől. Gondoljuk csak el, 56-ban ugyanez történt, megállt a fekete autó, kiszálltak az emberek, 4-en, 8-an, 10-en, 20-an, mikor mennyi kellett hozzá, és hurcolták el az embereket. Ma ugyanúgy megteszik, hiszen 16 bátor hazafi van most, jelen pillanatban letartóztatva, elhurcolva. Volt, amiket akkor fogtak el, mikor a gyereküket az óvodába vitték, a gyerekük szeme láttára, és nagyon csúnya megaláztatások közepette vették őket őrizetbe a családjuk szeme láttára. Akik ezeket átélték manapság a mai napokban, ugyanazt élik át, mint ahogy 56 előtt éltek át az ő nagyszüleik, szüleik. Tehát ezért mondom én, hogy igen különös beszélni 56-ról, mert ugyanaz történik, mint akkor. Reménykedünk, hogy változás lesz, és nem jutunk el addig, hogy valóban emberek százait és ezreit fogják újból táborokba zárni. Ez majd tavasszal el fog dőlni. De egyelőre a mai nap még minden ez irányba mutat. Én úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben mindenkinek el kell döntenie, hogy mit tud tenni azért, hogy ne forduljon elő esetleg itt, Recskem, vagy bárhol, hogy jöjjenek a kommandósok fekete ruhába és elvigyenek embereket. Mindenki tud ezért tenni természetesen. Én, amit ajánlhatok önöknek, mindenkinek, hogy álljunk ki azokért az emberekért, akiket eddig elhurcoltak. Mindenki megtalálja interneten keresztül, vagy más úton, módon a lehetőséget, hogy támogassa azokat a hazafiakat, azoknak a családját, akik mellől elhurcolták a családfenntartót. Ne engedjük, hogy tönkretegyék ezeket a családokat. Most annyit tudunk tenni elsősorban, hogy támogatjuk őket. Kiki tegye meg a maga lehetősége szerint, úgy, ahogy Morvai Krisztina felvette az Európa Parlamentbe a Szabadságot Budaházinak felirató pólót, mindenki vásárolhat magának ilyet, hordhatja is, de nem is hordja, már csak azzal, hogy megvásárolja, támogatja a küzdelmünket és az ő küzdelmünket a hazárulókkal szemben. Nos, nem készültem olyan hosszú beszéddel mára, hiszen ugye engem itt most országos alelnökként konferáltak fel, és hát ez az első debütáló szereplésem ilyen tekintetben, hiszen tegnap volt az országos választás, és azzal voltam elfoglalva. Én úgy gondolom, hogy amit most elmondtam, ha röviden is, de magas gondolatok lehettek, és én azt kérem, hogy fogadja el mindenki ezeket a tanácsokat, segítsük egymást, segítsük azokat, akiket már elhurcolt a jelenlegi rendszer. Köszönöm szépen, meghallgattam.